ha rágondolok hosszú évek után, mit vettél el és mit tettél hozzám? Nem tudom, hogy szembenézni mire elég, de emberként lépek most elég. Nekem beszakadt a föld, és leszakadt az ég, amire vágytam, az már nincsen rég. Túlélem-e majd, kérdezem a válaszok istenét, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég. Fény kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Az igen, egyetlen szó. Keresem az át, meg átérzett pillanatokig az át. Ja Istenem, ugye megkapom a továbbhaladás jogát. Éjjel, nekem éjjel, amikor arcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez a most elég, egyetlen. Színpadon a Kaukázus! Ezúttal Tiszai Viviennel is kiegészülve, akit a Holy Chicksből ismerhetünk. Elképesztő volt ismét. Lilla. Elképesztő, így van. Aktuális, korszerű, Petőfi Rádión túlhallgatható, fiatalos, lendületes János és csapatod annyira hiteles, és azt gondolom, hogy az egész gondolkodásod a zenéről, erről korábban is beszéltünk, hogy ez eszméletlenül aktuális, és őszinte. És mindez olyan lazán történik, ami annyira szép, és szabadságot, és békét, és szeretetet érzek. Ugyanakkor erről a produkcióról azt is elmondhatom, azon kívül a legjobb dalszöveg, szívből gratulálok, és nagyon sokunknak ez lett a véleménye. Én azt gondolom, az egyik legjobb dal is. Pontosan azért, mert ezek a harmóniák, mind a dal, mind a szöveg, a világa, amit képviseltek, az nagyon harmonikus, az egyik legkiegyensúlyozottabb. És ha most megállnánk egy fél percre, mert ugye elfelejtjük, hogy a világban milyen problémák vannak, és hogy óriási járvány közepén vagyunk. És azért mondom ennél a dalnál, mert én pontosan tudom a sorai, hogy mennyire aktuális, és ez a fajta ima számomra, ez egy ilyen ima. Tehát 15 év múlva, és most erre a percre, ha hazamegyünk, gondoljunk azokra, és kívánom azoknak is, hogy gyerekek, ússzuk meg, legyünk egészségesek, boldogak, és a zene és a művészet segítsen ebben. És 15 év múlva együtt énekeljük. Lilla, köszönjük szépen, Feró. Kedves Kaukázus, örülök, hogy itt vagytok. Én úgy gondolom, hogy amit ti csináltok, az egy kicsit olyan alternatív műfaj. De ilyen zenekar általában nem jön ide. Nem értem miért.
De most ti végre példát mutattatok, egy kitűnő dallal, egy kitűnő előadással, és ehhez tényleg csak gratulálni tudok, és sok alternatív zenekarnak kéne szólni, hogy jöjjenek ide utánatok, és mossanak le benneteket a színpadról, ha tudnak, jó? Oké. Hát a Kaukázus most szólt nekik, köszönjük szépen, srácok, irány a Páholy, Reni már várt titeket.